Hát sziasztok srácok, nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit, én és a Dark Soul újra itt, és az utolsó Lord lesz a mai epizódunk témája. Tegnap is az volt az utolsó epizódunk témája, de most folytatjuk tovább, mert azért valljuk be őszintén, hogy háromszor megölni egy Lordot azért nem olyan vicces, de megpróbálkozunk vele, kicsit bemelegítünk, mert hú, kicsit le vannak dermedve a karjai, úgyhogy kicsit nehézkes lesz a dolog. Srácok, vágjunk is bele, nem akarom húzni tovább az időt, szerintem újdonságot nem mondok el, tegnap már sikerült azért majdnem megölnünk, hát relatív majdnem, de azért a fél életüket már leszettük. Amire rájöttem, hogy váltottam ugye felszerelés, meg ugye hát a karddal is egy kicsit elbíbelődtem, az föl lett fejlesztve ugye a tegnapi nap folyamán 10-es pluszra, a maxra, a Dark Sword, úgyhogy ettől többet nem nagyon tudok kihozni belőle, csak akkor, hogyha nyilván én is fejlődök, akár gyúrok fétre, vagy akármire, ez majd kiderül a későbbiek folyamán, de srácok, az utolsó Lord, ők maradtak már csak, illetve a Soul of Cinder, a fő, úgymond a fő, hogy is mondjam, a fő vonalból. Mondtátok, hogy hát meg lehet ölni a Nameless Kinget is, vagy Nameless Kinget. Nem tudom, hogy bevállaljam-e. Az az igazság, hogy van még időnk egy új játék előtti kezdésre. Meglátjuk, jó? Lehet, hogy megpróbálkozok egy epizód erejéig, hogyha végigvittük a fővonalat a Dark Soul-ba, aztán, hogyha nem megy, akkor nem biztos, hogy erőltetni fogom a Nameless King-et. Nekem a lényeg az, hogy kijátszuk a Dark Soul-t. Annyira nem akarok belemenni mellékküldetésekbe, mellékbosszokba. Úgyhogy, srácok, lassan véget ér a Dark Soul, úgyhogy el kell gondolkozzunk rajta, hogy mi legyen a következő. Szeptember 19-én jön ki a Lies of P, én azzal mindenféleképpen szeretnék játszani, hogy ne vesszen el a Souls játékokra beállított kézmozdulatom, vagy a rutinom, úgyhogy elviekben a Lies of P lesz, illetve a Starfield-et szeretném kipróbálni. Nagyon hosszú játék lesz szerintem a Starfield, mert azért egy elég sztori alapú játék, amit így láttam is a Gamescom-on, meg hát amit ki lehetett belőle szűrni, meg amit így mindenki látott ugye live-on, gameplay-ek, stb. Nagyon hosszadalmas játékmenete lesz, nem tudom, hogy jó lenne, illetve van még egy fönnmaradó játékunk, amit nem fejeztünk be, ez pedig az Atomic Heart. Azt is valahogy el kéne már kezdenem, úgyhogy valószínűleg valamit majd fakítok a Dark Soul után. Lehet, hogy egy kicsit pihentetem a Souls játékokat, egészen a Lies of P-ig, tehát az körülbelül még egy olyan 3-4 hét. Úgyhogy srácok, egyelőre így néz ki a dolog, de még mindig Dark Soul-ozunk, úgyhogy visszatérünk a témára, úgyhogy vágjunk is bele, át is kapcsolok nektek. Elviekben van minden hang, ami kell, meg minden, úgyhogy nézzük Loriant és Lothricot. Hú, kicsit szerintem az első körben úgyis megpusztulunk, mert azért be kell melegítenem. Reméljük, hogy ebben az epizódban azért már sikerül megölni, mert nem szeretném nagyon elhúzni velük az időt. Utána már elviekben már csak a Soul of Cinder van, ha jól tudom. Nyilván van még választható opcionális boss, ugye a Nameless King, meg van egy sárkány, ha jól tudom, aki szintén opcionális, tehát nem kötelező. Nem tudom, illetve ott vannak még a DLC-k, amit beszéltetek. Én amondó vagyok szerintem, srácok, hogy nekem már látom az alagút végét, úgyhogy én mindenféleképpen szeretném ezt kitolni. A fő sztorit, aztán érzékeny búcsút is veszek szerintem a Dark Soul-tól, de hogyha nagyon azt szeretnétek, akkor vissza tudok jönni, a mentés az megmarad. Úgyhogy igazándiból tudunk DLC-vel játszani a későbbiek folyamán is, vagy így mellesleg ilyen kiegészítő jellegűen, de hát maximum lehet, hogy a Lies of P előtti bemelegítő köröket azzal fogom végigfutni. Valamilyen szinten azért már ismerjük a játék metódusát. Úgyhogy na jó van, hát akkor Lorian és Lothric. Az első körben úgyis megpusztulunk, úgyhogy teljesen mindegy. Kicsit nehézkesen áll be a kezem. Más jellegű munkát végzek, hogy
Na de nézzük, úgyis ide fog teleportálni. Már is gondoltam, be is ijedtem egyből tőle. Ja. Hát ez. Jó buli. Egyet ő, egyet én. Jól van. Itt egy nehezebb téma lesz. Közben bekészítem nektek az egeret, hogy... Hú, na jól van. Kicsit most hirtelen így megdobott az adrenalin, úgyhogy kicsit most fölpörgetett a játék, amúgy borzasztó fáradt voltam. Éppen, hogy elaludtam itt már majdnem különben, még mielőtt nekikezdtem volna a videónak. Remélem, hogy sikerül ebbe a videóba kinyírnunk, úgyhogy, ja, hát több-kevesebb sikerrel, de megpróbáljuk. Azt mondja... Yes, indeed. Kész. Újra lelket öntött Béle. Nagyon beteg amúgy ez a videó rész. Ez, nem tudom, nekem olyan nagyon érdekes feelinget, olyan nyomasztóra sikerült a dolog. Nem is vártam mást. Pedig egész jó volt most az Estusk. Jól van. Hát, ja. Ez van, srácok. Gondoltam, hogy meg fogunk halni, de ezt ugye mondtam is. Kicsit be kell melegítenem, meg... Mert... Képzeljétek el, most vettem ezt a fülest. Nem olyan rég, de egy szar. Tehát, hogy nálam valamiért... Pedig Razer, de... Hát nem tudom. Jó, tudom, hogy nem számítógéphez való, de itt a hangerő szabályzóját majd szerintem majd meg kell javítanom, vagy javításra szorul, mert valamiért ki van mozdulva ez a hangerő szabályzó tekerentyű itt a fülem mögött, és egyik pillanatban elmegy a hang, és ez baromi zavaró így játék közben. Mármint úgy a hang, hogy az egyik fülemről éppen amelyen kedve van, vagy a bal, vagy a jobb, úgyhogy szerintem egy kicsit kontakthibás lett. Hát a néző sem az igazi már. Már nem a régi. Ő se. Úgy is ide eszi a fene mellé. De mindig. Jó kezdés volt, srácok, szerintem ez nagyon jó sikerült. Hát az, hogy a benéztünk, de gyorsan el is intézett. Ez a bajom, hogy elveszíti a fókuszt, és ez rohadt idegesítő ebbe a játékba, hogy pont az olyan jeleneteknél, amikor éppen szükségem lenne arra, hogy ráfókuszáljon, és hiába nyomom, nem akar. Tehát úgy kell, hiába fordulok oda, vagy bármit is csinálok,
Egyszerűen nem is. Tök mindegy, hogy közel van vagy távol van, valamiért nem. Most gondolkoztam azon is, hogy amúgy a joystick-e a hibás, de kizárt dolognak tartom, mert amúgy alapjába véve meg normális esetben működik. Tehát nem értem a problémát, szerintem ez ilyen játékon belül kis bug. Amivel így megnehezítik a játékosoknak az életét a játékon belül, de hát na. Nehogy ide, gyere, hello. Úgyhogy, ja. Na nézzük. Ez beszarás, hogy ilyen hamar kinyírt minket. Nézzétek meg, hát. Ez a teleportálás az agyamra megy neked. Wow! Tudok ilyet csinálni, menjetek már! Azta! What the fuck? Ez mi volt? I'm on my way. Ja, hogy ilyenkor hatott neki az elektromos damage. Oké. My brother. Unyielding sword of Lothric's prince. Passzátok meg, ez mi volt? Rise if you word. Azt mondja, megseggeltem, ami arc. Fogtam is arcba szúrtam. Hát durva volt. Ez egy epic jelenet volt nekem, legalábbis. Én itt még nem is láttam, hogy így boss megbírok így seggelni tulajdonképpen. Azért ez durva volt. Hát most kellene valamit majd pakítanom. Az a baj, hogy nem tudom, hogy kire figyeljek, hogy a bogyókra, amik érkeznek, vagy Loriánra. Tehát, ez igen nehézkes feladat lesz. És nem. Jól van, srácok, hát ez így egy hosszú idő menet lesz szerintem. A mai nap erről fog szólni, hogy valahogy megbírjuk őket fingatni. Valamiért tegnap azért jóval tovább eljutottam. Lehet, hogy inkább hátrálnom kéne, de az a baj, hogy olyan buzi helyekre teleportál, ezzel a teleportálással megöl. Ez az egyetlen egy gyengém, hogy egyszerűen néha nem tudom, hogy hol jár. Tehát főleg akkor, amikor még be se érkeztem, értitek, és akkor már nekem támad. Tehát ez durva egy kicsit. Jól van, srácok, hát nem tudok vele mit kezdeni. Ez van. Még bele kell melegednem a dolgokba újra, úgyhogy amúgy sem egy egyszerű boss szerintem. Lehet, hogy másoknak könnyű, nekem nagyon nem fekszik. Úgyhogy úgyhogy ja. Nézzétek meg, nem? Fókuszál. Hiába nyomom. Baszik.
Ha? Az mi volt? Hát még nem is láttam tőle. What the fuck? What is that? Mi a tökön folyik itt, halljátok? Na jól van. Hallod? Hát ez mi? Ez micsoda? Ilyet még nem is láttam tőle. Tehát mi a fasz? Kezd olyan lenni, mint a Gundyr, ugye, hogy kezd fölbaszni. Most már. Úgyhogy most már kezd egy kicsit elegem lenni belőle, hogy már lassan harmadik epizódja ugyanezt tolom. Úgyhogy, ja. Ez a köcsök teleportálásával. Borzasztó. És hiába nyomkodom a fókuszt, tényleg, és nem. Tegnap még sikerült valahogy ráfókuszálnom, de most... esélyem sincs. Nézzétek meg! Mi a fasz? Ennyire hat rá a lighting damage, hogy egyszerűen így fogja és akkor így ledobja magát. Jó lenne ez máskor is, csak az a baj, hogy itt ennél a résznél. Ez így igen izgalmas lesz. Na várjatok, most rá, megpróbálok rá koncentrálni. Az a baj, hogy jönnek azok a szutykok is. Na nézzük! What the fuck? Ez mi? Most ez komoly, ez mi? Na jól van. Valamit fakítsunk szerintem, mert ez így hosszú távon nem lesz jó, már eltelt 20 perc a játék videózásából, és hallod, nem jutottam még semmire sem, még arra se, hogy legalább félig megöljem őket. Rohadt nehéz. Vagy csak nem, én vagyok béna most.
Hűha! Ez hosszú lesz, de valamit, nem tudom, valamit, vagy nincsen valami dark ellenállású témám, mert az a baj, hogy... vagy nem tudom, mert az a baj, hogy fizikaira jó lenne amúgy, tehát a Lothric páncél jó fizikára, de... Mármint fizikai sebzésre, de... Ja. Mondjuk ez pont nem az, hanem ezt a izéktől szedtük ugye, a Irithyll Valley-ba vagy hol. Hoppá! Olyan, mint hogyha semmit nem érne a felszerelése, ami rajtam van. Hát tegnap passzátok meg, most... Na jó van. Tehát kezd feldühíteni a dolog. Tényleg. Most már rohadtul idegesít. Ezt nem hiszem el, hogy nem bírok megbirkózni már a legelején vele. Hozzám él egyszer és meghalsz. Ennyi. Tehát hogy? Mikor az első két ütést még lazán kibírja a páncélom. Most meg egy ütéssel, vagy két ütéssel kampó. Tehát ha valaki ezt elárulja nekem, hogy ez mi alapján történik, akkor azt megköszönöm. Na jól van. Ez nagyon érdekes lesz. Na gyere már! Na gyere! What the fuck? De... Nem hiszem el. De unom ezt a videót, és sem lehet kilépni belőle. Jaj, bassz meg. Állított. Megpróbálunk lenyugodni, jó? De... nem fogunk most meghalni, most megpróbálok odafigyelni. Arra lennék kíváncsi, hogyha most közel vagyok hozzá, akkor is csinálja majd ezt a gyöngyözést? Vagy hogyha megütöm Loriánt, akkor abba hagyja ezt a gömbképzést. Mert ez a teleportálgatása, ez nagyon durva, ez nem, egyszerűen nem tudom kivédeni.
Ráadásul most pont itt állok mellette. Meg. Na gyere! Nem jó. Jó lett volna, ez már alakul, szerintem most már kezdek ráérezni, de fú, az a baj, még mindig, hogy kiszámíthatatlan ez a teleportálás, ez megöl még mindig. Várjátok. De jó lesz már, most már legalább eljutottunk arra a szintre, ahol tegnap. Úgyhogy már kezdtünk belerázódni, jó lesz. Hű. Csak egyszer sikerülne már megölni őt. Komolyan. Mind a kettőt elibe. Ezt a köcsögöt. És nem tudok elmenekülni előle. Tehát ezzel rájött szerintem a játék, hogy ez a gyengém, a teleportálás. De hogyan tudom? Nem megy. Ilyen nincs, basszátok meg. Tehát folyamatosan ugrál és elmegy a fókusz. De úgy, hogy hiába nekem kell utána nyomkodni mindig, és ez rohadt szar. Hogy hiába oda teleportál, ez az ide, oda, össze-vissza ugrál, semmit nem látok. Szerintem köcsög most a játék velem. De megoldjuk. Nem adom föl. Nem adjuk egy könnyen magunkat. Kegyetlen. És nem tudok vele mit kezdeni, ha csak. De nem pöcsölök vele. Ha így eddig sikerült majdnem megölnünk, akkor ezután is menni fog ezzel a karakterrel, mármint hogy ilyen buffok meg ilyen szarok nélkül. Lehet, hogy hasznomra válna valóban egy buff vagy valami, de...
De... addig, amíg azt sem tudom, hogy hogy mozog, és nem tudok magamra vigyázni, addig teljesen fölösleges buffolni. Össze-vissza teleportál. Rak hozzá miért? Nem bírta volna ki. Várjunk egy kicsit. Mi a fasz? What the fuck? El volt bújva. Azt nézzétek meg, hol? Hát bele volt épülve a falba. Hát hogy bírtam volna kikerülni, azt sem tudtam, hol van. Hát ilyen nincs, ne köcsög a játék, ahogy basszátok meg, ahogy ilyen nincs. Szopat engem, ráegyszerítom a játék, hogy nem tudok védekezni a teleportálás ellen, ahogy tényleg. Kurva anyját, tehát ennyit nem teleportált tegnap, komolyan. Hát folyamatosan azt csinálja. Te fasz. Nem hiszem el. És basszus már, maradt még 15 percem nagyjából, és semmire nem mentem, úgyhogy kezd egy kicsit felpörgetni a dolog. Szien nincs, geci. Semmi baj. Megpróbálunk pozitívan hozzáállni, aztán lesz, ami lesz. Annyira nem tudok pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, de hát, ja. Hallod? What the fuck? De ez mi? Valaki ezt mondja már meg nekem, hogy egy ütésem megöl. Hogy? Hogy? Hogy bír megölni egy ütésre? De most ez komolyan. Hát tegnap azért vettük föl direkt ezt a páncélt, mert ez bírja az ütéseit. Erre most egy ütéssel leviszi a komplet fél életemet. Hagyjál már. Tudod mit? Most keményebb leszünk. Keményebbek leszünk egy kicsit. Hát ilyen nincs basszus. Hogy nem bírok átjutni Loriántól. Hagyjál már. Hát what the fuck? Beszarok, bazd meg. Már pedig akkor is meg fogom ölni. Ha tetszik neki, ha nem.
sárga. Kibaszott teleportálásai. De mi? Hogy? A büdös Isten facát, hát hogy? What the fuck? Mi ez? Srácok, ez mi? De most komolyan. Tehát, hogy tegnap semmi ilyesmit nem csinált, tök normális volt. Most úgy be van pipulva a játék, mint állat. Tehát, hogy esélyem nincs még legyűrni se. És már annyi Embert használtam föl, teljesen fölöslegesen. Föl fog baszni. De most már nem bírom tovább, tényleg. Hát ezt nem hiszem el. Egy percenként meghalok emberek. Tehát ennyi elhalálozás, egy bossnál sem volt még, de igen volt, ugye ez a, hát hogy? Nézzétek meg, bazd meg! És teleportál! De büdös fasz! Elfogyott szaminá. Rájöttem. Úgy nem fog teleportálni nekünk. De nem biztos, hogy így van. Kettőt mondjuk közelebbről megyek, el kell mennem egy kicsit, hogy úgy érezze, hogy nem vagyok ott. Lehet, hogy azért teleportál. Mert folyamatosan körbe-körbe megyek vele, és állandóan hátba akarom szúrni. Úgyhogy ez lehet, hogy ez az oka. Változtatnom kell a harci stílusonkon. De ezt nem tudom meg kivédeni. Tényleg. Valami Dark Resistance kéne ide. Vagy magic, vagy nem tudom.
Nézd meg, bazd meg. Jól van. Nem tudom, hogy mi tévük legyünk. Még mindig. Ez egy nagyon jó kérdés. Mert ez mi? Tudjátok, hogy egy poén kedvéért csak így az adás végére, mert ugye ezt meghagytuk. Csak úgy vicc kedvéért, jó? Hát a szoknyája már nincsen meg, de teszek be valami csinit. Most teljesen mindegy. Úgyhogy elindulunk az atya, a fiú és a szentlének. Tényleg, várjátok? Várjátok. Én a mondó vagyok. Az a baj, hogy... El fogja venni a fétünket. Ami baj. Igazándiból, hát, nincs más, csak ez. Nézzük meg bíborosként, hogy milyenek vagyunk. Kicsit ilyen a három testőrből szabadult témák vagyunk. Amúgy fut, mint állat, sőt, hú. Halljátok? Ez nagyon menő. Igaz, hogy szerintem esélyem nem lesz ellene. Kettőt belém jutott, halott vagyok, de... Próba cseresznye, a próba ingyen van. Hú, de csúnyák vagyunk, már nincsen szemgolyunk, basszus. Bassza meg, mi lett velünk. A sok halál. A sok kegyetlenség miatt. Olyanok lettünk, mint Spawn. Nem tudom, valaki ismeri Spawnt? Ha másképpen nem is, de a Mortal Kombatból biztosan. Aki esetleg játszik vele. De igazániból nem pont beleillő karakter, de Spawn egy... Ő is a pokol, a sátán, nem is tudom ki-e, ha jól tudom, a sátánnak a... Gyerünk, atyám! Tedd, amit tenned kell! Ne hagyj minket cserbe! Hiába teleportálgat, öreg, ezen már túl vagyunk. Nagy hiba volt hátrafelé elindulni.
Nézd meg, ennyit teleportálni, basszátok meg! Agyon teleportálja már magát! Dögölj már meg, bassz meg! De tényleg, hát ilyen nincs. Össze-vissza ugrál, mint állat. Nem normális a... Meghalunk úgy is, de amúgy tetsz, nem rossz a bíbor, a szerkó. Tök jó mozgékony vagyok vele. Az atya és a fiú... Az atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Gyere le a pódiumról! Ezt kéne megölni. Gyerünk! Corvo Atano. Megdöglünk úgy is, de szerintem lesz még időnk egyet hílelni. De ez annyira idegesítő, hogy ebből nem lehet kilépni, basszáma. Ez rohadt szar. Hogy minden egyes alkalommal ezt végig kell nézned és... Szivat, még mit tudom én, meg á. De ennyit teleportálni, bassz meg a legelején. Borzasztó az a... Ez a... Az eleje. És akkor még egyszer, majd még itt szopnom kell velük a rá. Ez így, á. Na jó van, gyere! Nyomunk egy Estuszkot gyorsan. Az még bele fog férni. Na gyere, öreg! Hallod? Erre nem számoltam. És már kezd is! Hallod? Menj már a pús picsába! Miért? Tölti ilyen kurva lassan az Estuszkot. Srácok, maradjunk annyiba. Tehát, folytassuk innen, én szívok egy kis friss levegőt, mert ez valami banálisan kurva nehéz. Úgyhogy, srácok, szerintem elbúcsúzunk, én lenyugszok, majd behugyozok már különben, úgyhogy találkozunk a következő epizódban, addig megpróbálok lenyugodni, míg szét nem verem a gépet, jó? És akkor utána találkozunk, addig is, sziasztok, pááá!